Hello! Szevasztok gyerekek, a csatornán! Képer jelentkezik egy ilyen vélemény kikérős videóval, mert úgy gondoltam, hogy a professzionális euh, hogy mondják, szórakoztatáshoz elengedhetetlen, hogy kommunikáljak a nézőkkel, hogy a csatornán, hogyha valamilyen bármilyen változás beállna. Igazából az a lényeg, hogy úgy döntöttem, hogy soha többet nem lesz semmilyen farmingos játék, aztán ezt kellene megvitatnunk. Hát igazából úgy gondoltam, hogy kell váltanunk. Semmilyen, semmilyen szimulátor, semmilyen farmingos játék, ezután nyöm lesz. <laughs> jó van, oké, <okay>, csak hülyeskedtem. <laughs> nem, nehogy elhiggyétek, oda nézzet. Micsoda jó cseje, more. Hát az a, szokja szoknya, az már hogyha meghúzzák, akkor már fáj. Hogyha valaki érti, akkor érti, ha nem, akkor nem. Jobb is, hogyha nem érted. Na várjál, azt akartam kikérni egyébként viccel véletéve a véleményeteket, hogy rájöttem, hogy konkrétan szinte, sőt, csak ö, streamekbe szoktam fészkemet használni. Aztán lehet, hogy az nem lenne rossz, hogyha így mindig lenne, és kialakítottam ide magamnak egy ilyen hátteret, ami szerintem több frankó lett. Hát annyira nem jó, elég ilyen kaotikus, de raktam ide nézetek, találtam ö, Tomb Raider-es plakátot, Half-Life 2-es plakátot, világító bizba ott van Ferikének a, a a, amit kaptam tőle, kor, nem kormány, hanem váltó rudacska, és ott van, nézzétek, egy loda kormány is volt, meg raktam oda ilyen világító állólámpát, meg vannak még elrejtett dolgok, amiket majd biztos vagyok benne, hogy észre fogtak venni. Egyébként ez meg egy Red Alert 2 plakát. Képzeljétek, hogy milyen régi. Ezeket felhasználtam, nem szórakoztam, felhasználtam a szórakoztatás oltárán. Na, figyeljetek, arra gondoltam, hogy akkor lehetne mindig fészkem ami, ne, ami már most rosszat mondok, mert nem mindig, hanem inkább úgy gondolom, hogy inkább úgy lenne, Jobb, ha olyan gameplayekben, amiben van értelme. Mármint ilyen Farming Simulator 15 alsó lak, amikor ilyen csilles, nyugis, mesélés van, ez ki ez? Ez a melósunk. Akkor nem biztos, hogy köllene, de amikor, nem tudom, én játszunk valami vagy, vagy amikor így jól rácsorálkozik az ember a dolgokra, vagy pedig egy új játékot próbálunk ki, azért az embernek az arc sok mindent el tud árulni, érted? És akkor nem csak az, az van, hogy Úristen, halljátok, hogy ordítok, hanem akkor látjátok a fejemben, hogy tényleg meglepődök, Ö, és általában, ja, meglepődök, igen, igen, azt akartam, de nem játszok meg semmit. De így még jobban talán így tudtok azonosulni a reakcióimmal. Ö, zöld hátteret semmiképpen nem akarok, nem akarok azzal, vinkor, én gyűlölem, amikor ilyen brutálisan meg vagyok világítva, most is meg vagyok egyébként. Látszik is, hogy le van éve ez a pólóm. Most szereltem itt egyébként, szétdöntöttem itt minden. Kicsit áthelyeztem a dolgokat, hogy ö, jobbak legyenek a, a fényhatások, meg minden. Ja, zöld hátteret nem akarok, mert nagyon-nagyon-nagyon nem szeretem, amikor így softboxokkal telibe vagyok világítva, és nem látok semmit, nem tudok koncentrálni a játékra. Emiatt egy ilyen nem rigyivalkodó, de mégis valamennyire érdekes hátteret álmodtam ide majd magamnak, amin, most nem azt mondom, hogy ugye, ha unalmas így, a, amit mondok, de mégis azért jó, hogyha van egy kis körítés itt, és nem mondjuk egy sima fal. Ami még lehet, hogy változni fog. Szóval ez a, ezt ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni a véleményeteket, hogy legyen-e facecam vagy nem. Ezt kirakom, ezt szavazásra a közösségi fülön. Úgyhogy tudtok szavazni, oké? Okay? Ott tudtok szavazni ezerrel, hogy legyen-e facecam vagy nem. Hogyha nem vagytok kíváncsi a képernek, ha a pafájára, akkor azt is megmondhatjátok. Egyébként ne arra de izé vagyok, de még beteg vagyok, meg nem is borot fákoztam, három napig az ágyat nyomtam. Úgyhogy, úgyhogy ja, annyira nem vagyok barha jól, de mondtam, megcsinálom ezt a videót, szeretném, hogyha. Most, ö, hogy akik itt vannak a csatornán, azok ö, minél jobban érezzék magukat, és minél érdekesebbek legyenek számukra a tartalom, amit ö, gyártok. Mert ez szerintem. Azért, mert itt vagytok és nézitek, ö, szerintem úgymond ö, felelősségem van az iránt, hogy akkor ezt az időt, ha rászálljátok, akkor ö, jobb is legyen nektek, nem? Vagy nem tudom. Én nekem van egy ilyen, egy ilyen érzésem, ö, és remélem, hogy ez nem tudom. Hogyha, hogyha, de, hogyha azt mondjátok, hogy ne legyen, akkor nem lesz. Szóval ennyi, ennyit akartam, nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Mit gondoltok, jó ez a háttér, jó ez a, jó ez a fényhatás, akartam egy kicsit ilyen meleg ö, színeket belevinni, inkább egy kicsit ilyen csillesebb legyen, ne ilyen rikító zöld, meg neonok, meg mindent tudott, hanem inkább ilyen kis Lajtosba csoltoljuk itt erre. Na, elég lesz, elég lesz az őrület, amit én itt el le fogok vágni. Köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, és csőtészta!